A Ferencvárosi Tornaklub Jégkorong szakosztálya 2018. októberében ünnepelte fennállása 90. évfordulóját, a magyar hoki történetének legeredményesebb csapata. Történelme során eddig 28-szor lett magyar bajnok, 15-ször hódította el a Magyar Kupát, és 2-szer lett a 2008 óta működő magyar bázisú nemzetközi bajnokság az Erste Liga győztese. A csapat 2018 óta új virágkorát éli. A pályafutása első felnőtt vezetőedzői kinevezését ekkor elvállaló Fodor Szabolcs és stábja irányításával az FTC Telekom 22 év után visszaszerezte a magyar bajnoki címet, amit 2021-ben már Zsinórban harmadszor nyert meg. 2019-ben megszerezte története első Erste Liga győzelmét, amit egy évvel később megvédett, ugyanebben az évben januárban 25 év után visszahódította a Magyar Kupát. A döntőben az addig legmagasabban jegyzett magyar csapatot, az Osztrák Ligában edződő Fehérvárt legyőzve. 2019 őszén a Ferencváros 19 év szünet után tért vissza a nemzetközi porondra, az IIHF kontinentális kupa második köréből pedig a Ritteni csoport megnyerésével nemzetközi szenzációt keltve jutott tovább, így a dániai Vojensben is pályára léphetett három újabb mérkőzésen. Az anyaegyesület az FTC Magyarország legnagyobb, legnépszerűbb és legeredményesebb sportklubja. Rendkívüli hazai és nemzetközi sikereket ért el a történelmi időkben és a közelmúltban egyaránt férfi és női labdarúgásban, női kézilabdában és férfi vízilabdában is. De a több mint 20 szakosztállyal működő egyesület folyamatosan remek eredményeket szállít olyan népszerű olimpiai sportágakban is, mint az atlétika, a birkózás, az úszás, a kajakkenu, a torna vagy éppen a rövidpályás gyorskorcsolya. A Ferencváros sportolói a minden igényt kielégítő FTC MVM sportközpontban készülnek a hétköznapokban. A labdarúgók otthona pedig a több mint 20 ezer néző befogadására alkalmas Grupama Arena. A fradisták, az ország legjobb szurkolói viszont nem csak itt, de a kézilabda, a vízilabda és a jégkorong mérkőzéseken is hétről hétre fantasztikus hangulatot teremtenek. A férfi jégkorong csapat otthona az Újbudán található Tüskecsarnok. A modern, multifunkcionális létesítmény több mint 2000 néző befogadására alkalmas. A Ferencváros korábban már többször is játszott itt teltház előtt. Különösen emlékezetes a 2018-as jubileumi mérkőzés, amelyen a fennállása 90. évfordulóját ünneplő zöld-fehér együttes egyedi, egyszer használt retro mezben jégre lépve 2-0-ra legyőzte az ősi rivális Újpestet. Ezzel a csarnokkal pályázott a Ferencváros az IIHF kontinentális kupa egyik csoportkörének megrendezésére is. Az FTC otthona a magyar főváros Budapest, Közép-Európa egyik legszebb városa. Népszerű utazási célpont az európai és a tengeren túli turisták számára is. Számos kulturális, történelmi és szórakoztató programot kínál fiataloknak és időseknek egyaránt. A kontinentális kupa hétvégéjén a csapatok és a delegációk tervezett otthona az Ibis Styles Budapest City Hotel. A szálloda elhelyezkedése és fekvése kiváló, a Dunapartnak és a közlekedési lehetőségeknek köszönhetően. A személyzet kimagasló, a konyha minden igényt kielégítő, a szobák pedig egy vagy két fő számára is ideális pihenési lehetőséget biztosítanak.